A Szentannai napok keretében a névadóról és az intézményi kapunyításról is megemlékeztek. A névadó pályáját Péter Dániel oktató méltatta. Mint elhangzott, Szentannai Sámuel pályája Székely-Szent Miklósról indult. A gimnázium elvégzése után Kolozsmonostoron a gazdasági tanintézetben tanult. 1896-ban kapott oklevelet. 1912-ben nevezték ki a Karcag Városi Földműves Iskola igazgatójának. A mai napon iskolánk névadójára, egykori igazgatójára, Szentannai Sámuelre emlékezünk. A megemlékezés nem csak az iskola teremtő igazgatónak, hanem a sokoldalú, tudós férfinak, a nemzetközi hírű agrárszakembernek, a kiváló előadónak, a példamutató pedagógusnak is szól. Ugyanis ha Szentannai 110 évvel ezelőtt, 1912-ben nem áll ki határozottan, kitartó munkával nem bizonyítja be a szakképzés szükségességét, ha kutató munkája, termelési eredményei nem győzik meg a döntéshozókat, akkor ma nem lennénk itt. De ki is volt iskolánk névadója, milyen pályafutás, munkásság kötődik Szentannai Sámuel nevéhez? Szentannai 1876. augusztus 11-én született Erdélyben, az Udvarhely megyei Székely-Szent Miklóson, egy szegény földműves család hetedik, legkisebb gyermekeké. Testvérei közül egyedül az ő tanítatását tudták a szülők felvállalni, de a gyermek Szentannainak így is kijutott a kétkezi, paraszti munkából. A megélhetésért folytatott embert próbáló küzdelem kitartásra, leleményességre, emberségre, szorgalomra nevelte az ifjú Szentannait. Kolozsvárra került a gimnáziumban, majd Kolozsmonostoron a gazdasági tanintézetben szerzett tanári diplomát. Ezután a kor szokásai szerint több földműves iskolában tanítva szerezte meg azt a szaktanári gyakorlatot, szakmai hozzáértést, mely már lehetővé tette azt is, hogy vezetőként is megállja a helyét. 1912 őszén nevezték ki mai intézményünk elődje a Karcagi Földműves Iskola igazgatójává. Az akkor alig 13 éves iskola megtartása forgott veszélyben, a fennmaradásért küzdöttek vezetői. Az egykori két éves gazdaképzés időtartamát fél évre csökkentették, sőt, a képzés végén megszerzett bizonyítvány sem jogosította fel a végzetteket munkavállalásra, ráadásul a város gazdatársadalma előtt sem volt valami nagy tekintélye az iskolának, mondván, idézem, könnyű az állami földön, az állam pénzén a tanulók munkájával veszteségeket is fölvállalva termelni, próbálnának csak meg a saját két kezükkel a hitellel terhelt szikes földjükön gépek nélkül eredményesen gazdálkodni. Ilyen körülmények közé került Szentannai, ilyen körülmények között kellett vállalni az iskolavezetést, mindössze 6 tanár kollégával megszervezni az oktatást, példamutatóan gazdálkodni a 300 hold földön, és ezzel visszaszerezni az iskola tekintélyét úgy a minisztériumi előjárók, mint a városi gazdák előtt. Töretlen hittel és nagy lendülettel látott neki a feladatnak, melyben a korábbi évek tapasztalatai és rendíthetetlen kitartása is segítették. Erről így vallott Szentannai. Az okszerű munka végzéséhez műveltség, a szorgalmas munka végzéséhez akarat kell. Ezt ma úgy mondanánk, hogy tudás és szorgalom a siker titka. Na meg kellett néha bizony az a híres székely furfang, talpra esettség is, úrrá lenni az akadályokon, a szekértolókon, a folyton aggályoskodókon. Ilyenkor azt mondta Szentannai, a megpróbáltatások közt ne azon tépelődjünk, töprengjünk, amit megváltoztatni nem tudunk, hanem keressük a boldogulás felé vezető utat ott, ahol tudással, erős akarattal és munkával meg is találhatjuk azt. Tervszerű, kitartó munkával Szentannainak sikerült pár év alatt az iskola hírnevét megalapozni az oktatás, a tudományos kutatás és a gazdálkodás területein is. Járta a környező településeket, előadásokat, tanfolyamokat szervezett, kiváló kapcsolatokat épített a helybéli és környékbeli gazdákkal, a városvezetőivel, de ügyeinek megnyerte korának jelentős tudósait, közéleti szereplőit is.
Szentannai legkiváló kutatási eredményeit a szikjavítás területén ért el. Példaképe, elődje Tessedik Sámuel nyomdokain haladt, együttműködött a püspökladányi szik kísérleti állomás kutatóival, eredményesen termesztette a búzát, a rist, a szőlőt, faiskolát létesített a környék gyümölcsfákkal és díszfákkal való ellátására, felismerte az alföld fásításának szükségességét. De híre ment az állattenyésztésben elért sikereinek is. Ezen eredmények mellett példát mutatott a korszerű állattartás és takarmányozás területén is. Szentannai kedvencei a gépek voltak. Fordzon és Hoffer traktorok, tárcsás ekék, aratógépek, permetezőgépek sorakoztak az iskola színjeiben, szélkerekek szivattyúzták a vizet a fúrott kutakból, hajtották a fűrészgépet, a darálót. Sőt, a szélkerék iskolánk címerébe is bekerült. Polgármesterek, miniszterek, sőt, egy ízben még Horthy Miklós kormányzó is megcsodálta az iskola tangazdaságát, de még egy nemzetközi konferencia is szervezett ide iskolánkba tanulmányi kirándulást. A korabeli helyi újság, a Karcagi Napló így írt erről. 1926. augusztus 4-én szerdán délelőtt Budapest felől 50 tudós érkezett Karcagra. Voltak közöttük oroszok, finnek, svédek, németek, osztrákok, angolok, csehek, olaszok, svájciak, akik nem csak a földet vizsgálták, hanem figyelték azt a kiváló eredményt is, amellyel Szentannai Sámuel a földműves iskola szikes területén elért, és a vendégek az elért sikerhez gratuláltak az igazgatónak. A szikjavítás, a korszerű technológiák, a gépesítés következtében megnövekedett termelési eredményekre felfigyeltek a helyi gazdák, az országos szakmai közvélemény és, mint láttuk, a nemzetközi tudományos élet is. A megemlékezés után a névadó mellszobránál az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester és Rózsa Sándor jegyző, a MATE Karcagi Kutatóintézete nevében dr. Zsembeli József igazgató és Kovács Györgyi kutató, az iskola vezetés Gyökeres Sándor igazgató, Szűcs Judit és Kolostyákné Plejsovszki Zsuzsanna igazgató helyettesek, a diák önkormányzat nevében Gyermán János Tamás oktató és a DÖK tagjai helyezték el az emlékezés virágai. A karcagi temetőkben a diákok megkoszorúzták az elhunyt tanárok, igazgatók sírját is, ahol Péter Dániel oktató emlékezett meg róluk néhány mondatban.